Gratulálok nektek! Óriási mérkőzéseket láttam, nagyon nagy tehetségeket, és én nagyon örülök, hogy itt voltatok velünk megint, én jól éreztem magam. Ti jól éreztétek magatokat? Igen! Nem hallottam. Igen! Szuper, nagyon jó. Mit szoktam kérni tőletek? Mi az első, amikor megdicsérünk benneteket? Tapsoljuk meg a segítőinket és a kísérőket! Köszönjük szépen Marianéknak, köszönjük szépen Krisztának, Dávidéknak, mindenkinek, kísérőknek, hogy egyáltalán ez létrejöhetett, és gratulálok még egyszer nektek. Egyetlen egy fontos információ kísérőknek, megbeszéltük a szakmai stáb, hogy jövő héten kedden lesz egy szüli értekezlet. Este 7 órakor kedden, ez ki fog menni e-mailben majd felétek, jó? És arra kérünk mindenkit, hogy a szülőknek az a 15 név, amit a múltkor felírtunk, 15 szülőt, vagy édesapa, vagy édesanyját várnánk ide egy megbeszélésre, jó? És természetesen, hogyha ők is úgy gondolják, mint a gyerekek, mint mi, akkor a gyerekeket szeretnénk ideigazolni a tornaklubhoz. Jövő héten 7 óra, jó? Jó! Ki szeretne itt fotbalozni? Akkor itt csinálunk-e még 3 pályát, nem? Úgyhogy még egyszer gratulálok, ügyesek voltatok, és akkor a következő programot majd akkor meg fogjátok kapni úgy szintén e-mailen, hogy mikor találkozunk, jó? Köszönöm szépen! Ki lesztek osztva akkor most az ajándékok, kaptok finomságokat, és akkor... Utána meg van meleg tea, meg ásványvíz, jó? Tea, ásványvíz, jó? Maradjatok a helyeteken, mindjárt osztjuk, jó? Van még teáska, meg víz is, aki azt kér, jó? Szívesen rád, itt van egy... Nem? Valaki is azt kér, hát? Almás? Intézményes bozsik programon veszünk részt, közösen a gyerekekkel. Ez most a 3. programunk, amit a Bicskei Tornaklub szervezésével láthatunk. Milyen korosztályban? Óvodásokról beszélünk, tehát ezek a 6-7 éves gyerekekről gyakorlatilag. Van, aki már most ugye szeptembertől iskolába fog menni, de van, aki ugye még marad a nagy csoportba, és gyakorlatilag ez egy fesztivál jellegű rendezvény. Bicskei óvodákból jöttek a gyerekek, és Mány és Csabdi óvodából. És milyen játékidőt játszott a
vannak a gyerekek. Hogy a poharadat, mert... Öt mérkőzést játszottak, így van, és mérkőzésenként 10 perc volt a játékidő. Mi volt itt a legvégén? Igen, a legvégén jutalomosztás volt, így van, kaptak a gyerekek rostos köszilevet, és kaptak műzli szeletet, csokoládés műzli szeletet, amit nagyon szeretnek, és úgy látom, hogy mindenkinek nagyon ízlik. És mikor teszik még a mai napon? Mai napon ezután az iskolásokat várjuk, a bicskei iskolásokat, és természetesen környékbelő falvakból is jönnek, úgyhogy körülbelül mai nap folyamán 160 gyerek fogunk részt venni ezen a programban. Nagyon szívesen. Thank you.
Mit láthatunk itt ma a sporttelepünkön, Dávid? A Bicskei TC-nek a sporttelepén ma intézményi bozsik programot rendeztünk. Az első fordulóban óvodások léptek pályára, közel 50 óvodás játszott egymással, most pedig az iskolásoknak a küzdelmei vannak, közel 100-an játszanak és rúgják a bőrt 7 pályán. Kik vesznek és milyen korosztály vesz részt ezen a bozsik programon? Bozsik program, igen? Így van, itt ugye óvodások és első, második, illetve harmadik, negyedik osztályosok vannak. Most jelenleg? Így van. Igen, hány csoportban és mennyi játékidőt játszanak a itt csapatok? Itt az óvodásoknál 8 perces mérkőzések voltak, az iskolásoknál 10 percesek, és ugye fesztivál jelleggel szabadon mennek a mérkőzések, ugye körbe játszanak egymással, vannak mérkőzésjátékok és foninyok pályák is felrakva. Uh-huh. Melyik a népszerű játék itt ezek közül? Én úgy gondolom, hogy mind a kettőt egyformán szeretik a gyerekek. Uh-huh. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a foninyót is egyre többet használják, alkalmazzák, és nagyon várják, hogy olyan mérkőzéseket is játszhassanak. Uh-huh. És honnan jöttek csapatok? Csapatok, ugye a bicskei óvodák és iskolák részvételén kívül még jöttek Mányról, Csapdiról csapatok, illetve Óbarokról, Vértesacsáról. És itt az iskolásoknál is? Így van, az iskolásoknál is érkeztek. És van itt olyan kisgyerek, akit már leigazoltunk, vagy le fogunk igazolni? Így van, egyesületbe? Több kisgyermek nevét is feljegyeztük, igen? Illetve Pásztor József kollégám ugye majd megkeresi őket. Nagyon bízunk abban, hogy az ilyen fesztiválok vonzóvá teszik a bicskei tornaklubot, és minél több kisgyermeket tudunk bevonzani a bicskei TC életében, és igazolt játékosokká tudnak válni. Dávid, nagyon sok leányt látok, hogy mi van a leánycsapattal, lesz itt bicskei csapatban női futballcsapat? Így itt van. A lehetőség. Az idei fő célkitűzésünk egyike volt az, hogy leánycsapatot indítsunk el a következő szezonba. Nagyon jó együttműködést folytatunk a Szent László iskolával, ahonnan most is 30 kislány érkezett a rendezvényre, uh-huh. Úgyhogy őket szeretnénk leigazolni, és belőlük alkotnánk egy lánycsapatot, akik jövő évre el tudnának indulni az U13-as lánybajnokságban. Van erre reális esély? Már jövőre akkor elindítsuk? Én úgy gondolom, hogy teljesen reális ez a törekvés. Uh-huh. Ugye Móri Tomival már elindultak az edzések, uh-huh. 6-8-10 kislány rendszeresen látogatja az edzéseket, ezt a számot szeretnénk 20 főre felemelni, és a későbbi évben pedig terve van 2 lánycsapat indítása, 2 külön korosztályban, U13-ban és U16-ban egyaránt. Nagyszerű. Alatta lévő korosztályokban ugye a bozsik program keretein belül együtt szerepelnek a fiúk, lányok, tehát a U7, U9, U11-es csapatokban is nagyon szívesen várjuk a lányokat, mert ugyanúgy tudnak versenyezni a bozsikon, mint a fiúk. Uh-huh. Mi vár még itt a gyerekekre? Gyerekekre még egy mérkőzés van számukra, utána megkapják a kis ajándékcsomagot, ugye gyümölcs, frissítő, üdítő és műzliszelet, valamint készültünk nekik friss teával és vízzel, hogy a nagy melegben megszomjaztak, elfáradtak, akkor egy kis frissítőhöz is jussanak. Idejében lesz még ilyen rendezvény? Így van, még egy harmadik tavaszi fesztivál vár ránk, amit meg fogunk szervezni, és azzal zárjuk az évet. Az mikor várható? A május végén. Május végén. Május végén lesz. Gratulálok még egyszer, köszönöm szépen. Köszönöm, Gyuri. Ezt a vendéglátást elegem. Oké, csapatokat szeretném látni. Na, hát nézem, hogy csipet csapatot. Második, harmadik, kicsi. Libasor, nem Misi bácsi? Hogy van? Libasor! Jelszállom csapatot. Libasor! Igazán
Győztetek? Győztetek? Mennyire? Mindig meccset megnyertétek? Tényleg? Mennyire nyertetek? Olyan jó volt. Az első 7-1, második 2-0, ja. És a mostani meg nem szabad, aha, olyan 4-0 vagy 5-0. Sanyadékosok vagytok ti? Harmadik. Harmadik? Nagyszerű. A hárman harmadik, Norbi én. Ügyesek vagytok, ügyesek vagytok. Öt meg másodikosok. Na nézzem a másik csapat, ti hogy végeztetek? Hogy végeztetek? Hány győzelem, hány döntetlen? Három! Az összes! Három meccs, három győzelem? Aha. És vereség nincs? Egy van, nem? Egy van, nincs? Nincs vereség? Nincs? Nekünk egy volt. Nektek egy vereség volt. Ti hogy végeztetek? Jól. Győzelem, döntetlen, vereség? Null. Volt minden? Vereség null? Nincs. Na, ti hogy végeztetek? Győztetek? Győztetek? Hányszor? Kétszer. Hány vereség van? Hány vereség van? Egy. Hány döntetlen? Nulla. Nulla nem volt döntetlen? Csak győztetek, vagy kikaptatok? Jó. Oké. Most vagyunk a tévén, nézzük meg. Ahogy integettek így, aki nézi otthon majd, azt látja, hogy szomorúak vagytok, mintha kikaptatok volna. Úgy néz ki, pedig csak győztetek, nem? Csak győztetek. Hát egyet azért veszek. Focisztatok egy jót, az a lényeg. Az elnök átadjományról már holnapra kell. Semmi baj, nem bántjuk. Dani, jött a napta, nekem ment a picsimnek. Először is köszönöm, hogy eljöttetek, és gratulálok mindenkinek, azért közel 100 gyerek versenyzett a mai napon. Fantasztikusan teljesítettetek. Remélem, hogy mindenki el is fáradt, és jól fog esni az ebéd. Délután meg egy nagy alvás ott van. Úgyhogy egy hatalmas vastapssal gratuláljunk magunknak. Jó, nagyon jó! Én szeretnék mindenkinek gratulálni. Azt gondolom, hogy mindenki kihajtotta magát, legalábbis én úgy látom. Ez úgy szintén jó sikerült fesztivál. Én viszont úgy szintén mindig ki szoktam emelni, hogy a kísérőktől kezdve a mi szakmai stábunk, a fiúk, Aljani, Kriszta, aki itt van és segít nekünk mindenben, úgy szintén köszönjük meg nagy vastapssal, jó? Amit én még szeretnék kiemelni, a múltkor ugye mondtam, hogy egy lány volt, aki eljött ugye a fesztivál, és ezt úgy szintén megtapsoltuk, sokkal több lány van. Azt gondolom, hogy ők is nagyon jól teljesítettek, mindenki jól játszott, és a lányoknak külön egy nagy tapsot kérek szépen. Lehet még a taps, bizonyám a lányoknak! Bizony! Jó, köszönjük szépen, hogy eljöttetek mindenkinek, és várunk benneteket a következő fesztiválon. Köszönjük szépen! Thank you.